Jövőre akár 5%-os infláció is lehet, ez már egy elviselhető mértékű infláció, és akkor már a béremelések is jönnek, és megindulhat a gazdasági növekedés is, jelentette ki Orbán Viktor az Állami Rádióban. A gazdaság helyzetét Pogácsa Zoltánnal értékeljük. Aki egyetemi tanár, közgazdász, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ahány megszólalás a politika részéről, mindig egy kicsikét távolabb kerül a megoldás. Tehát bár tudtuk, hogy már ebben az évben, az első felében sokkal jobb lesz minden, nem lett igazán sokkal jobb, szinte semmi. Bizonyos adatok még rosszabbak is lettek, és most már megint ott tartunk, hogy majd jövőre. Hát a politikának ez a feladata, optimizmus kell sugallni. Na de akkor is, hogyha nincs alapja? Akkor is optimizmus kell, akkor kell igazán optimizmus sugallni, mert ha amúgy lenne alapja, akkor már önmagában optimizmus. Na jó, Orbán Viktor elmondta, amit elmondott. Itt van a Magyar Nemzeti Bank ma közzétett pénzügyi számlákról szóló második negyedévi statisztikai összesítése. Ebből kiderül, hogy a magyar államháztartás valami egészen elképesztő túlköltekezéssel zárta az első fél évet, miközben az infláció miatt soha nem látott bevételei vannak. De bevétel kiesése is vannak, tehát ugye közben ugye volt ez a nagy vita, hogy az infláció az jó-e a költségvetésnek vagy nem, és azt látjuk egyébként, hogy egy csomó adó nemnél óriási kieséseket is okozott az infláció, nem közvetlenül, hanem ugye úgy, hogyha nagyon magas az árak növekedése, akkor ettől bezuhan a fogyasztás. Tehát például az élelmiszereknél, a kiskereskedelemnél láttuk, hogy a magas infláció az például az áfa bevételeket nagyon durván visszavetette a költségvetésnek. A fogyasztásokról szóló adatsor, mint ami volt a Covid idején, amikor zárás volt. Így van, így van. Tehát, hogy az nagyon látszik, hogy az tavalyi év harmadik negyedéve óta gyakorlatilag átment negatívba a fogyasztás egy csomó szektorban. Az, hogy van egy olyan adatunk, hogy a finanszírozási igény a GDP 8,6%-át teszi ki, ez így azért elég keveset mond azoknak, akik a közgazdaságtanban nincsenek benne. Ez igazából mit jelent, mert ez itt egy szemrehányás a Nemzeti Banktól, ez bajt mutat? Ez bajt mutat, mert hogyha megnézzük az elmúlt éveknek a tendenciáit, tehát eleve ugye igazából deficitbe menni egy költségvetésnek akkor kell, hogyha mondjuk stimulálni szeretné a gazdaságot. Tehát egy válságos évben az indokolt. De ugye most jelenleg az a helyzet, hogy bár negyedik negyedév óta van Magyarország egy technikai recesszióban, de valójában nem igazán a stimulálás miatt, nem azért, mert az állam költeni akar túl sokat, hanem egyrészt az történik, hogy a nagyon magas kamat miatt gyakorlatilag a beruházások, a magánberuházások helyére lépett be az állam. Tehát van egy óriási kiadási többlet az államnak azzal, hogy ha ugye ezt maga a gazdasági miniszter is elmondta, hogy ha az állam nem támogatná a beruházásokat, meg indítaná ilyen beruházási programokat, gyakorlatilag a magángazdaságban nem lenne beruházás, ami azért egy ilyen recessziós időszakban elég nagy baj, és amíg nem tudunk lejönni a kamatszinttel, addig ez vélhetően így is fog maradni. A másik oldalon meg ugye az van, amiről beszéltünk, hogy a bevételi oldalon viszont egy csomó kiesése van, és ez a kettő okozza együtt az instabilitást a költségvetésben. A GDP arányos államadósság gyakorlatilag azt mutatja, ha adatsort nézünk, hogy az elmúlt 15-20 évben egy tapottat nem léptünk előre. Volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy igen, akkor lement 70% alá is a GDP arányos államadósság, visszaugrott 80 fölé, most megint 71 néhány százalék, 20 éve is ennyi volt. Igen, de én ezt nem tartom akkor a drámának. Tehát tudom, hogy a magyar közleményben újra és újra előkerül ez, hogy úristen, milyen szörnyű hát, az, hogy 75 vagy 80. Törvény van róla, hogy hol kell lennie. Igen, és ez a törvény szerintem eleve egy nagyon problémás törvény, tehát szerintem semmi értelme annak a törvénynek, ami mondjuk 60% per GDP alá akarja szorítani ami költségvetési, ugye, ami államadóságunkat. Miért? Azért, mert egyrészt a magyar államadóság most nemzetközi összehasonlításban már nem magas, sőt, talán inkább már az alacsonyabb oldalon van. Pár évtizeddel ezelőtt ugye úgy emlékeztünk, hogy a magyar államadóság kiemelkedően magas. Maradt ugyanakkora, de ugye a többi országnak meg nagyon elment az államadósága, tehát ma már nemzetközi összehasonlításban ez nem egy magas államadósság. A másik, amire felhívnám a figyelmet, hogy hát önmagában az, hogy magas egy ország államadósága, az nem feltétlenül jelent kockázatot, hiszen a magyar mondjuk 80% per GDP-s államadósság mellett nekünk mondjuk most 15%-os kamatszintünk van, volt 18 is.
Japánban 245% per GDP az államadósság szintje, és gyakorlatilag nulla közeli kamatszintjük van. Ez nem azon múlik, vagy azon is, hogy elhiszem-e annak az országnak, hogy ezt a GDP hiányt ezt képes lesz, vagy a GDP, igen, az volt az államadóságot, ja. Képes lesz finanszírozni? Az államadóságot egy állam, hogyha saját valutában van, akkor azt mindig képes finanszírozni. Tehát, hogyha mondjuk a magyar forintban, a japán jenben van, akkor ugye mivel pénzt nyomtat az állam, ezt mindig képes finanszírozni. Sokkal problémásabb, hogyha a külföldi pénznemben veszünk fel, és azért Magyarország az év elején egy hatalmas dollárra apu hitelt vett fel, tehát ott merül fel azt, ugye dollárt nem nyomtathat a Magyar Nemzeti Bank, a japánoknak egyébként szinte a teljes adósságuk ilyenben van. És igen, tehát, hogy nagyon fontos a kormánynak a szavahihetősége, és nagyon fontos az, hogy elhisszük-e, hogy az a gazdaság, ez képes több és több többletet, vagy hogy mondjam, kibocsátást előállítani a jövőben. A japánról elhisszük, a magyarról most éppen nem nagyon hisszük el, tehát a hozzáadott érték növelése, mert ugye ez egy olyan mutató, hogy államadósság per GDP. Hogyha elhisszük, hogy hosszabb távon kinövekedi az a gazdaság, akkor nem tartjuk annyira kockázatosnak. Hogyha be van ragadva egy gazdaság ebbe a közepes fejlettség csapdájába, ahova Magyarország egyértelműen be van ragadva, ugye Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is ezzel kezdte az évet, hogy közepes fejlettség csapdája. Ha nem fektetünk be az oktatásba, nem megyünk a magas hozzáadott érték felé, akkor ez a GDP mutatónk ez nem fog olyan mértékben nőni, vagy egyáltalán nem fog nőni, és akkor problémás. Hát már pedig az oktatásról most külön beszélünk, az a következő beszélgetésnek amúgy is tárgya, de azt minden esetre érdemes megjegyezni, hogyha egy ország nem képes a pedagógusai bérét megemelni, az egyúttal azt is mutatja, hogy az ország gazdaságilag nagyon gyenge. Abszolút, tehát ez a legelső dolog, a gazdaságtörténet összes felzárkózása azt mutatja, hogy a humántőke, a tudás emelése a kulcs annak, hogy egy ország felzárkózzon. Ha nagyon helyesen azonosítja Orbán Balázs a közepes fejlettség csapdáját, aminek van egy széles irodalma, ebben az irodalomban rögtön utána a következő mondat mindig a humántőke emelése. Nem mondhatja, soha semmelyik ilyen felzárkózó ország nem. Egy Szingapur melyik Európai Uniótól várta, hogy ő felemelje? Egy Kína, egy Skandinávia, egy Írország, akármilyen példát mondhatok, Izrael, hosszú sora van a felzárkózó országoknak, ők milyen Európai Uniótól várták a tanárok béremelése? Nagy kérdés. Üstökön ragadtuk az inflációt, hogy Orbán Viktor szó szerint idézem, egy radikálisabb megoldást választottunk, az árspekuláns multikat kellett rávenni, hogy hagyják abba az indokolatlan áremelést. Megjegyzem, azokról az árspekuláns multikról beszél, ha ők azok, akik egyébként, vagy amelyek egyébként óriási adókedvezmények csábításával lettek idehozva Magyarországra, és itt tartva mind a mai napig. Igen, viszont hogyha a multi szó helyébe berakom a nagyvállalatot, akkor egyébként igaz az állítás. Tehát, hogy arra konkrét adataink vannak, hogy az egyik nagyon komoly tényezője a magasabb magyar inflációnak, az bizony az volt, hogy a vállalati szektornak, különösen a nagyvállalati része, az inflációt meghaladó mértékben emelt árakat Magyarországon. Látták a lehetőséget erre? Lehet ülni erre az inflációs hullámra, gondolom. Én elég sok céggel szoktam beszélgetni, és ők mindig azt mondják, hogy sokkal könnyebb árat emelni egy általános inflációs környezetben, mert ha nincs általános áremelés, akkor ugye kiviláglik, hogy csak én emeltem árat, és elpártolnak a fogyasztóim. Amikor amúgy is emelkednek az árak, akkor sokkal könnyebb ezt megtenni. Tehát ez ténylegesen ez egy valós jelenség, hogy a nagyvállalati szektornak az áremelései hozzájárul. Tehát egy ár-ár spirál van, amikor ugye szoktak arról beszélni, hogy ár-bér spirál van, tehát hogy a bérek húznák az inflációt, valójában egy ár-profit spirál van. A bérek azok elmaradtak egyébként az inflációtól, a nyugdíjak meg még inkább, ugye a második fél év nagy kérdése lesz, hogy a kormányzat a nyugdíjakat indexálja-e, vagy megfelelően kompenzálja-e a nyugdíjasokat az inflációhoz, ami egyébként tovább destabilizálja a költségvetés helyzetét, ezt ne felejtsük el. Tehát itt van még egy óriási tétel a második fél évre, ami még egyébként tovább ronthatja a költségvetés egyensúlyát, ugyanakkor viszont meglökheti a fogyasztást, tehát ugye ott meg óriási szükség van a recesszióból való kilábaláshoz, hogy a fogyasztás, nem szólva persze a méltányossági elvről, hogy ugye a nyugdíjasoknak kellene segítséget adni, de igazából, tehát hogy a profit emelkedett magasabban, és nem a bérek, és nem a nyugdíja. Igaz-e az az állítás Orbán Viktornak, hogyha véget érne a háborúkra, problémáink egyszer s mind megoldódnának? Itt megint egy
féligassággal van dolgunk, mert azt szerintem senki nem fogja megkérdőjelezni, hogy ez a mostani inflációs hullám ez alapvetően a ukrajna-orosz inváziójával kezdődött, de erre azért nagyon sok magyar jelenség is rátelepedett. Tehát, hogy nem csak Magyarországon volt inflációs hullám, hanem Európa szerte gyakorlatilag, ami tényleg az orosz invázió, a gáz árak emelkedése, energiaárak emelése, de ez már lecsengett. Tehát tulajdonképpen az energiaárak azok visszakorrigáltak egy meglehetősen alacsony szintre. Mint hogy az európai infláció is és ennek következtében az európai infláció is gyakorlatilag már visszakorrigált. Tehát amivel most szemben állunk, az már nem a háború ár okozat, ezeknek a nagy része már saját gyártmányú probléma. Magyarán, hogyha ma véget ér a háború, attól még holnap ugyanannyi az infláció Magyarországon nagy valószínűséggel, mert hogy nem oldottuk meg a saját belső problémáinkat. Igen, de abban is szerintem igaza van a miniszterelnöknek, amikor azt mondja, hogy le fog csengeni ez az infláció. Tehát amikor ugye a magyar infláció az igazából a tavalyi évnek a közepén ugrott egy nagyot, és egész egyszerűen technikai, statisztikai okokból, amit úgy hívunk, hogy bázis hatás, tehát hogy az év elején még az alacsonyabb szinthez hasonlítottuk az ez év eleji adatokat, és aztán ugye az év végén már egy magasabb szinthez fogjuk viszonyítani az év végi, a tavalyi év végi adatokhoz. Hát azért, mint egy tengeri hullám kicsap, és aztán szépen ellapul. Igen, tehát gyakorlatilag, ha semmi nem történik, semmi drámait nem csinál a kormányzat, akkor magától tulajdonképpen az év végére csökkennie kell ennek az inflációnak. Ez a jó hír. A kérdés viszont az, hogy ér-e valamit az információ, hogy a miniszterelnök pozitív nulla GDP növekedést vár. Hát annyit ér, hogy ugye ezeket a mostani recessziós adatokat megelőzően, meg a költségvetési adatokat megelőzően még egy ilyen plusz másfelet várt. Akkor ez a szembenézés mondata? Igen, tehát hogy a másfélhez képest most már egy plusz nullát vár, ez tulajdonképpen egy lefelé korrigálással várakozásai. A plusz nulla az ugyanannyit ér, mint a mínusz nulla gazdaság értelemben? Persze van közte különbség, hát nyilván, ugyanaz, de... Ez ugyanaz, mint a beszélgetésünk legelején, hogy hát nyilván egy plusz nulla jobban néz ki, mint egy mínusz nulla. És ennyi. Pogácsa Zoltán, köszönöm szépen.